véleményem, hogy még ebben nagyon sokat kell fejlődnünk, növekednünk, ugyanis amennyire el tudjuk fogadni Istennek a, már én magamról is beszélek, az Istennek az irántunk való szeretetét, amennyire el tudjuk fogadni Istentől jövő megbocsájtást, kegyelmet, annyira és nem jobban tudunk szeretni, megbocsájtani és kegyelmet gyakorolni egymás felé. Ez a kettő egyenes arányban függ össze. Ezért így karácsony kapcsán a római levélnek a 14. fejezetéből és a 15. fejezetéből szeretnék felolvasni nektek. És arra kérlek, hogy figyeljetek, azt látom az elkövetkezendő időkben, hogy Isten arra felé fog bennünket terelgetni, hogy ha már kezdjük megismerni az ő szeretetét, az ő kegyelmét, az ő megbocsájtását, az ő jó indulatát felénk, akkor próbáljuk ezt egymás között is, egymás felé is gyakorolni. Ami el tudom mondani nektek személyes tapasztalatból, nem egy magától értetődő, nem egy könnyű és nem egy egyszerű dolog, de hiszem azt, hogy az Istennek a szeretete erre bennünket alkalmassá tett és képessé tett, sőt az Isten szeretete bennünk van. Tehát így kérlek, hogy hallgassátok a római levél 14. fejezetétből az első 4 verset, és utána a 7-től 17-ig olvasom. Tehát így ez a karácsonyi vacsora, meg egyébként együttlétekhez vonatkozóan is, meg egyáltalán mindenre vonatkozóan szeretném figyelmetekbe ajánlani ezeket az igéket. A hitben erőtelent fogadjátok be. Ne ítélgessétek a vélekedéseit. Némely ember azt hiszi, hogy mindent megehet. A hitben erőtelen pedig csak zöldséget eszik. Aki eszik, ne vesse meg azt, aki nem eszik. Aki nem eszik, ne károsztassa azt, aki eszik. Mert az Isten befogadta őt. Tehát Isten befogadott bennünket, és arra kér bennünket az apostol, hogy hagyjuk mi is békén egymást, és ne ítélgessük egymást. Te kicsoda vagy, hogy károsztatod a másnak a szolgáját. Az ő tulajdonúrának áll, vagy esik, de meg fog állni, mert Isten képessé teszi arra, hogy megálljon. És akkor a 7. verstől folytatnám, itt kiadjam az evésre, és nem az egy evésről szól ez elsősorban. Közülünk senki sem él önmagának. Senki sem hal önmagának. Mert ha élünk, az Úrnak élünk. Ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Azért akár éljünk, akár halljunk, az Úréi vagyunk. Mert azért halt meg, és támadott fel, és elevedett meg Krisztus, hogy mind a holtakon, mind az élőkön uralkodjon. Te pedig miért károsztatod a te atyád fiát? És miért veted meg a te atyád fiát? Hiszen mindannyiunknak meg kell állnunk majd a Krisztus ítélő széke elé. Mert meg van írva, élek én, azt mondja az Úr, nekem hajol meg minden térd, és minden nyelv Istent magasztalja. Azért hát mindegyikünk maga ad számot magáról az Istennek. Annak okáért egymást többé ne kárhoztassuk. Én azt úgy mondanám, hogy a karácsony ne azzal teljen, meg az élet ne azzal teljen, hogy megmondjuk egymásnak a frankót, megmondjuk egymásnak az őszinte igazságot, kihasználjuk a jó lehetőséget, hogy elmondjuk, hogy mibe kéne a másiknak megváltoznia, ne próbáljuk állandóan átoperálni egymást, mert ez nem az Istennek a bánás módja. Isten nem ezt műveli velünk, Isten a szeretetével, az elfogadásával akar bennünket megváltoztatni. Szeretném jelezni, hogy tudom, nekem is igen komoly igazságérzetem van, és csak itt ránézek itt a barátaimra, meg rátok nézek, és hogyha bekapcsolnám ezt a károsztató üzemmódot, amit nem teszek, akkor mindenkire el tudnék mondani egy pár nagyon kedves dolgot. De az és viszont, igen, tehát ez mindenkinek úgy alapjáratból megy. De nem erről kéne szólni az életünknek. Tehát azt mondja, annak okáért egymást többé ne nyektessük, ne károsztassuk, hanem inkább azt tartsátok, hogy a ti atyátok fiának ne szerezzetek megütközést vagy megbotránkozást. És most jön a botránkozás. Tudom és meg vagyok győződve az Úr Jézusban,
hogy semmi sem tisztátalan önmagában. Értitek ezt? Nem igazán, én még, mondja az Ervin. Majd elmagyarázom, ne aggódj. Én se értem. Semmi sem tisztátalan önmagában, hanem minden annak tisztátalan, aki tisztátalannak tartja. Ha tehát a te atyád fia az ételért megszomorodik, akkor te nem szeretet szerint cselekszel. Ne veszítsd el azzal a nyavajás aprósággal, az étellel, vagy bármi egyébbel. Ne károsztasd el azt, akiért a Krisztus meghalt. Ne káromoltassék a ti javatok, mert az Isten országa nem evés, nem ivás, nem ezek a csip-csup ügyek, hanem igazság, megigazulás a Krisztusban. Békesség. Az a békesség, amely minden értelmet felülhalad, ami meg tudja őrizni a szívünket és a lelkünket az Istennek a salomjában. És öröm a Szent Szellem által. Tehát az a helyzet, hogy Isten megbékélt velünk. Isten Krisztusban békét kötött velünk, és a saját maga gyermekeivé fogadott bennünket. Isten tökéletesen és teljesen kivásárolt bennünket az ördögnek a hatalmából. Megváltott bennünket. Sőt, Isten eltörölte a bűneinket, sőt, még az ellenünk szóló vádiratot is Jézus Krisztus keresztfájára oda szegezte. Én tudom, hogy ebből a rohadt mocskos igazságérzetünkből senki más nem tud bennünket kiszedni, tehát ebből a látásmódból, hogy meglássuk rögtön, hogy mit kéne átoperálni a másikon. Ebből nem tud senki más kiszedni, csak az, engem is, de téged is úgy hiszem, hogyha megemlékezünk arról az elfogadásról, arról a szeretetről, amivel Isten viszonyul hozzánk. És nem könnyű, mert amikor éppen beléd mártja a rokon a karácsonyi asztalnál szeliden és elfogadó módon a kést, és a tekintetéből látod a rokonnak, meg a testvérednek itt a gyülekezetben akár, hogy ő már betett abba a skatujába, és neki már megvan a véleménye rólad, akkor nem könnyű a rosszat jóval meggyőzni. Akkor nem könnyű szeretetet adni. Tudom, hogy nem könnyű. Nekem se könnyű. Nekem nagyon nem könnyű. Mert az ember csípőből visszalőne. De én azért imádkozom, és azért azt szeretném, hogy tudjunk úgy az Istentől átvenni mindig az aktuális szeretetet, az aktuális életet, hogy képesek legyünk arra, hogy a szeretet jöjjön belőlünk. És tudom azt, hogy ez magunktól nem megy. És tudom azt, nem megy magunktól. De az Isten szeretete, amit nem kell elnyernünk, amit nem kell kiérdemelnünk, ami kitöltetett a szívünkbe a Szentlélek által. Az Isten szeretete, az képessé tesz erre. És én azt kívánom erre a mai Isten tiszteletre is, hogy úgy tömjön tele, úgy töltsön be bennünket az Isten az ő szellemével, hogy ezeket a boldog karácsonyi napokat valóban az ő szeretetében tudjuk eltölteni. Még egy igét szeretnék befejezésül az 1 Péter 1-ből felolvasni nektek, aztán rövid üzenetemnek a végére érek. 1 Péter 1. Egyébként fantasztikus ez az ige. Mi? Ott van. Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben. Köszönöm, Gyafi. A képmutatás nélkül való atyafiúi szeretetre tisztítsátok meg a szellem által, és egymást tiszta szívből buzgón szeressétek. Mint akik újonnan születtetek, nem romlandó magból, hanem romolhatatlanból, Istennek igéje által, amely él és megmarad örökre. Tehát azt mondja Péter apostol, hogy megismerve az Istennek az igazságát, ami elvégeztetett a kereszten, az Isten szeretete a Szent Szellem által, tisztítsuk meg magunkat a képmutatás nélkül való atyafiú szeretetre. Még egy dolgot szeretnék mondani. Nevezetesen azt, hogy az Isten mindegyikötöknek megbocsájtott. Nekem is, hál' Istennek. Isten eltörölte, és nem hajlandó a bűneinkkel foglalkozni. A probléma az, hogy mi nem akarunk egymásnak megbocsájtani.
Mi nem akarunk lemondani arról a jogunkról, mert megvan az a jogunk, hogy betegyük egymást a különböző skatujákba. Hogy mi megítélgetjük folyamatosan egymást, és tudod, amikor te megítélsz engem, vagy én megítéllek téged, akkor benne tartalak abban az rosszban, és benne tartjuk egymást abban a rosszban, amiből pontosan meg szeretnénk szabadulni. Isten meg azt akarja, és azt kéri tőlünk, hogy egymást ne ítélgessük, hanem fogadjuk el egymást. Szeressük ki egymást a bűneinkből. Szeressük ki egymást a rossz dolgokból. Lássuk úgy egymást, ahogy ő. Ez nem egy egyszerű dolog. Az egész kultúránk a károsztatásra van ráépítve. Az egész kultúránk arra van ráépítve, hogy bűn, bűnhődés. Te ezt teljesítetted, ezt kapod. Ezt csináltad, akkor ezt kapod. Az Isten meg nem ilyen. Az Isten nem ilyen, az Isten befogadott minket. Na jó. Majd még erről biztosan sok szó fog esni. Úgy hiszem, hogy az Isten azt akarja, hogy a gyülekezet ne arról szóljon, hogy az emberek bejönnek és felvesznek valami képmutató áracot, és kereszténynek igyekszerek mutatkozni. A gyülekezet arról szóljon, hogy szeressük egymást. Hogy elfogadjuk egymást. Hogy megöleljük egymást. Hogy azon fáradozzunk, azon munkálkodjunk. Azt mondja itt az apostol, hogy igyekezzetek, törekedjetek, tusakodjatok azért, hogy tudjátok szeretni egymást. És tudom, hogy ez nem egy egyszerű dolog. Ez az embernek ki kell lépnie a saját egójából. És ez nem egy egyszerű. Úgyhogy ez lett volna rövidvelős üzenetem. Rágódjatok rajta, aztán majd úgyis lesz valami. És boldog karácsonyt kívánok nektek, kérlek álljatok fel!